A sors szeszélye szerint Székely Ágon én is magyarnak születtem, harmadik gyermekül egy olyan családba, amely kevés földön sok küzdelemmel gazdálkodott. Apámtól a sűrű kedélyt, a világjavító indulatot és a forma érzéket örököltem, kedves anyámtól a humort, a lélek és a szív költői libbenéseit, az ősöktől pedig, akik örködtek a szabadság jussa fölött, a virrasztók szimatát. Van nekem egy falum. Némelykor, ha lelkemmel burkolom magam körül, úgy tetszik, mintha én építettem volna őt, mikor még Isten szándékában laktam. Máskor meg szülőmnek érzem, aki egy csillagos estén szomorú mókás mese után fogant engem. Az esti fátyolon keresztül csak derengve látszik szülőfalum tornya. De ahogy a száját sötétben is megkapja az ember, olyan pontosan tudom én is, hogy mi hol van ott a derengésben. Valósággal nyűgbe ver valami különös érzés, amelyet hasonlót soha semmi sem ébresztett bennem, csak a föld, hol ringott a bölcsőn. És itt itta magába azt a kultúrát, amely nagyon meghatározó volt az ő életében. Ezt a szülőföld érzést vitte magával és hirdette egész életében. Minden írásában, minden gondolatában, minden kimondott szavában benne volt az ő székelysége, az ő eredete. Jékeli Zoltán írta a Táltos volt című versében, Táltos volt a mesebeli harmadik királyfi, ki meghasadt elgünk ívén szivárványként fog mindig állni. Valóban harmadikként született a családban. Az már csak a történet kegyetlensége és ennek az életnek a szigorúsága is, hogy 11 gyerek született a családban. Ebből 5 érte meg a felnőtt kort. Nálunk falun egyébként is korán dolgos lesz a fiúgyermek. Attól az időtől kezdve, hogy beszélni és járni jól tudtam, mezei dolog idején jó részt a szabad természetben tartózkodtam. S 8-9 esztendős koromban már egyedül is elhajtottam a szekeret fel az erdőbe. Megraktam fával, s ahogy tudtam, haza is hoztam. Sokat jártam az erdőt, mert pénzt csak a fából tudtunk csinálni. Gyakran ott is háltam az erdőben. Később is, mi alatt a gimnáziumot jártam, nyári szünidőben nagy gazda voltam otthon, és sok mindent megtanultam, amire aztán később én is megtanítottam Ábelt. 3 hónap alatt írtam meg az Ábel a rengetegben című könyvemet, melynek a sorsáról álmomban sem gondoltam, hogy a születésétől kezdve mostanáig 214 000 példányban fog megjelenni. Nagy merészséggel csak arról ábrándoztam, hogy 2 vagy 3 000 példányban valahol és valahogyan meg tudjon jelenni. Na, ez olyan, mintha csóri emberek építették volna. Édesapám, ami a majmoktól lettünk volt, akkor a ház a kettő. Beviszem a macskát a házba, nehogy elkoldorogjon szegény. Tamási kicsi hőse a havason egyedül maradt félelmével és furfangjával. Ott járja az életiskoláját. A szükség megtanítja félni, füllenteni, a természete megtanítja mókázni, elmélkedni és a szegények sorsába belegondolni. És a férfi Ábel hosszú bolyongása végén megfogalmazza végleges érvénnyel felismerését. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ennek az igazságnak a jegyében tér vissza szülőföldjére, hogy otthont teremtsen,
s ha másként nem lehet, az otthontalanságot mókákkal derítse.